A képekhez való vonzódás az már pici korba kezdődött, hiszen valamiképpen festőművész szerettem volna lenni. A képekhez fűződő viszonyáról beszélt Kovács Péter a Húsvét fényei című kiállítás megnyitóján. A plébános 30 éve gyűjt festményeket, melyekből most az ünnephez kapcsolódva 12-t állítottak ki a Várszínház Kamara galériájában. A művek, melyek Krisztus életét mutatják be születésétől a feltámadásig, különböző stílusban és technikákkal készültek. Látható grafika, olajfestmény és fotó is a válogatásban. A 20. századnak egy nagy baja volt, én úgy éltem meg, hogy a kortárs festészetben nem nagyon jelent meg a szakralitás. Illetve ami megjelent, az kicsit édeskés volt, közizlés kiszolgáló volt, és persze voltak remek dolgok is, de tulajdonképpen nekem a 21. század végén, ez a 70-es, 80-as évekből ez nekem nagyon hiányzott. És ekkor sok művészet találkoztam, kiállításokra jártam, beszélgettünk, és hál' Istennek azért ez az irány is megindult, és nagyon sokan nyúltak végül is a bibliai témák felé. Kovács Péter azt reméli, hogy a kiállítás képei segítenek a látogatóknak a lelki megújulásban, és közelebb hozza számukra Krisztust. A tárlatot pünkösdig lehet megtekinteni.